Sziasztok! Ebben a videóban egy már-már elfeledett 90-es évekbeli meglepetés autót fogunk megnézni, egy első generációs Fiat Punto GT-t. Ebben az autóban egy 1.4-es turbós motor van, 130 lóerő feletti teljesítménnyel, 1000 kiló környéki karosszériával, tehát papíron elég jól hangzik ez a csomag, de mégis a 90-es évekbeli hasonló hot hatchek között az egyik legkevésbé ismert szerintem, vagy legalábbis ma nem annyira kapja meg a fényt ez az autó, mint sok hasonló 90-es évekbeli hot hatch. Lehet, hogy ez annak is köszönhető, hogy akkor a legtöbb ilyen autó pörgős szívómotort kapott, amik akár 7-8 ezerig forogtak, és azt a karaktert tudták. Itt viszont a Fiat a Punto első generációjának a sportos változatával mást próbált elérni, sokkal inkább ezt a turbós, nyomatékból autózós karaktert, úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen ez az autó. Évek óta szerettem volna már egy ilyen első generációs Punto GT-t kipróbálni, úgyhogy kezdjünk is bele. Ez a videó az Eneos Motorolaj támogatásával jött létre. Importőre a Szakálmetál. A Punto első generációját 1993. szeptemberében mutatták be, tehát éppen 30 évvel ezelőtt, szeptember elején ráadásul, tehát amikor ezt a videót felveszem, majdnem napra pontosan 30 évvel ezelőtt mutatkozott be ez az autó, ami egyrészt nekem egy kicsit sokkoló, mert amikor én fiatalabb voltam, ezekből az autókból rengeteget lehetett látni, még most is egyébként Magyarországon is elég sok fut. Szerintem aránylag sokat adtak el az első Puntóból itthon, mert jó árérték arányt képviselt, és akkor egy kifejezetten friss, modern formát hozott. A dizájnere Giorgetto Giugiaro volt az első generációs Puntónak, mint sok ikonikus kis autónak, és szerintem ilyen téren nem csak a Punto GT, de az alap első Punto is egy kifejezetten alulértékelt autó, és akár alulértékelt forma is. A hátsó lámpa az akkor nagyon új volt, nem sok autó csinált ilyet, és aztán a 2000-es évek elejére teljesen bevett trend lett, hogy felhozták ugye hátul a lámpákat magasabbra, nekem kifejezetten tetszik hátulról az autó, és egy ilyen kedves, ma már azt mondjuk, hogy 90-es évekbeli gömbölyű formája lett az autónak, ami szerintem tényleg ilyen téren jól sikerült, és nagyon jól öregszik az én szememben legalábbis ez a forma. Jó színben, szép állapotban, egy igazán kívánatos autó, legalábbis megint csak az én szememben egy korai Punto. És a megjelenésekor a vásárlók is hasonlóan érezhettek, mert rögtön hatalmas mennyiségben kezdett fogyni a Punto, 94-ben 640 ezer darabot, két évvel a megjelenés után pedig már több mint 1,5 millió példányt gyártottak, ezzel letarolva a kis autópiacot, ráadásul nem csak Olaszországban, belföldön, hanem egész Európában, és összesen végül 3,4 millió darabot készítettek. Szinte ugyanekkor jelent meg a piacon a B-korza, a 3-as póló, vagy a K11-es Micra is, de ezek közül szerintem akkor a Punto volt a legfrissebb formát, praktikumot és képességeket tekintve is, amit olasz belépő kategóriájú autóról azóta sem sokszor lehetett elmondani. Emellett segített az is, hogy átfogó volt a karosszéria választék, háromajtós, ötajtós és a Bertone által készített nyitott tetős változatban is árulták, ami egyébként akkor az egyik legolcsóbb kabrió volt a piacon, valamint a motor kínálat is tág volt, kezdve a belépő 1.1-es 54 lóerős fényezetlen lökhárítós változattól, az 1.7-es szívó vagy turbó dízelen át egészen a csúcs változatig, ami természetesen a sportos irányba szánt GT változat volt. És a Fiat Uno turbó frissített változatának hajtásláncát kapta az 1.4-es turbós motort, ugye az Uno turbó először 1.3-as formában létezett, aztán később, jól emlékszem, 90-től 1.4-es motorral készítették, ez egy 8 szelepes motor, ilyen téren nagyon nagy technikai újdonság nincsen ebben a motorban, de így tényleg az 1000 kiló környéki karosszériához egy nagyon jó pofa karaktert ad. Nem olyan pofátlanul turbós egyébként a hangulat, tehát alul érzésre nem megy rosszul hétköznapi használatban, teljesen normálisan lehet vele közlekedni 3000-es fordulat alatt is, de nyilván az értelme az ott kezdődik a dolognak 3000 fölött. Harmadikban azért tisztességesen megy nagyon.
8 másodperc környékét, az biztos, hogy tudja. Ez volt tehát az első generációs Punto kínálatának a teteje, és persze a Punto mindig is egy egyszerű, nagyon alap kis autó volt, de itt még volt az, hogy izgalmas kárpitokkal, persze ma már barátságtalannak tűnő műanyagokkal, de mégis valahogy egy ilyen hangulatos, kellemes belteret tudtak csinálni. Összességében egy alapváltozatba is benézve, beülve nem egy ilyen lelketlen kis dobozt lát az ember. Ezt nagyon jól tudták az olaszok, vagy akár szerintem a franciák is ebben az időben, hogy tényleg ilyen téren minimál pénzből, mert ezek olcsó autók voltak, olcsó egyszerű anyagokból, de mégis ezt a részét, ezt szerintem tudták. Lehet, hogy ebben benne van ma ránézve egy ilyen autóra a nosztalgia is. Persze, ugye ez már itt egy GT változat, ebben ezek a sportosabb ülések vannak, amik egyébként kényelmesek, nyilván mai értelemben nem egy rengeteget tartó ülés, de nem is rossz, szerintem jópofa kárpitozás is van. Ez a konkrét példány, egy 96-os darab, így ez már egy GT2-nek nevezett változat. GT1, GT2, illetve GT3 volt elérhető az évek alatt. A GT1 95 közepéig volt elérhető, ha jól emlékszem. Az rendelkezett a legnagyobb teljesítménnyel, 136 lóerővel. Utána a teljesítmény egy picit mindig csökkent, leginkább emissziós okokból. Ez a GT2 ez 133 lóerőt tud hivatalosan. Itt egyébként motort tekintve nagyon minimális módosítások voltak a GT1-hez képest. A GT3-nál volt nagyobb különbség. Ezen túl esztétikai módosítások voltak a különböző verzióknál. Itt a GT2 esetében például fehér számlapos az óracsoport, és fényezettek a küszöbb spoilerek, de a legfiatalabb GT3-ak esetében sötétebb színű a műszerfal, és GT logó került az ülésekre. A GT3 esetében történt a legtöbb mechanikai módosítás az Euro 2-es szabvány teljesítéséhez. A motor új hengerfejet, hajtókarokat, dugattyúkat kapott, és magasabb lett a kompresszió, mellette pedig alacsonyabb a turbónyomás, így a teljesítmény 130 lóerőre csökkent. A videóban szereplő példány viszont talán a legkedveltebb GT2-es kivitel, nagyon szép és ritka eredeti állapotban, a hajtás teljesen gyári, így a teljesítmény is, frissen felújított fékekkel is futóművel. Az egyetlen módosítás egy 30 mm-es Eibach ültető rugó szett, ami esztétikailag nekem egy picit ront az összképen, szerintem jól áll egy ilyen autónak a ma már irreálisan magasnak tűnő gyári kiállás, de a stabilitáson biztos, hogy sokat segít, meglepően keveset dől kanyarban. A GT-k persze teljesen alapfelszereltséggel nem voltak elérhetőek, de az autóban is van elektromos ablak, illetve elektromos tükrök, ebben a kategóriában azért talán nem volt standard, de például klíma nincsen, illetve ebben a konkrét példányban ABS sem. Az is, ha minden igaz, feláras volt. Itt most a gyári rádió hiányzik, de hát itt teljesen alap ennyiben a műszerfala vagy a kezelő része az autónak. A klíma az egy nagyon kellemes dolog lenne, főleg ebben a kategóriában elérhető volt egyébként, de ebben a konkrét példányban nincsen. Légzsák viszont az utas oldalra is került, ami nem volt alap felszereltség az egyes Puntónál, úgyhogy hát meg kellett oldani. De az olaszok, ha kicsit utólagosan is, de megoldották. A váltó itt 5 fokozatú, de az egyes Puntónál, ez picit a sáv nem volt meg, szóval az egyes Puntónál elérhető volt már 6 fokozatú is, ami akkor egy elég ritka opció volt. Többekkel beszéltem erről az autóról, és a legtöbbeknek az volt a benyomása, véleménye, hogy egy jópofa autó, ami erős, nyomatékos, és leginkább ezt tudja, hogy amikor megérkezik a töltőnyomás, akkor nagyon megy, akkor nagyon erős, és leginkább ez a fő eleme az autónak. Ilyen szempontból nekem egy pozitív csalódás a Punto GT. Kifejezetten jól fordul, és élvezetesen lehet vele autózni, nem csak akkor, amikor a 3000 környékén megérkezik a turbónyomás. Bár nyilván az is egy jó pofa része. Van az óracsoportban turbónyomásmérő,
és egész szépen az 1,6 felé közelít, ha minden igaz, 1,3-1,4 bárt is tud tölteni, ami amúgy nem kevés egyáltalán. Amikor megérkezik a töltőnyomás, akkor nagyon megy, ez tény. De jól fordul. Szerintem a maga nemében kifejezetten jól fordul. Én nagyon élvezem az autózást vele. És a pici, gyári Felniken olyan jól néz ki ez az autó. Igen, így ránézve nem egy nagyon sportos hangulat jut talán elsőre az ember eszébe a gyári kerekekkel. Punto GT-t is nem tudom, mikor láttam egyébként összességében ilyen gyári állapotban, de egyáltalán a gyári Felnikkel, de összességében nekem meglepően jó az autó vezethetősége. Nincs az a megölni akaró turbós karaktere. Persze, amikor tényleg felépül a töltőnyomás, akkor ott nagyon nyomatékos is, megvan a mai értelemben már kevésbé tapasztalható turbós karakter, hogy akkor rendesen húz, de azért nem arról van szó, hogy harmadikban is tekerné az első kerekeket, tehát ilyen téren kiautózható szerintem ez a teljesítmény. Tömege 1050 kg környékén van, ami az akkori hasonló méretű pici hot hatchek között nem a legkönnyebb, egy Peugeot 106 GTI vagy Saxo VTS, esetleg egy Swift GTI, ez alatt van 100-150 kilóval is akár, viszont a Punto jelentősen erősebb ezeknél, de főként nyomatékosabb. Amíg egy pörgős, 8000 közelébe forgó 1.3-as Swift GTI 113 Nm nyomatékot tud, addig az 1.4-es Punto közel a dupláját, 208 Nm-t, aránylag a fordulattartomány alján, 3000-es fordulaton, és én nagyon szeretem az egekbe forgó, üvöltő szívó motort, de nagyon egyedi, egy ilyen pici autóban a turbós motor, és főleg abban az időben a Fiaton kívül nem is nagyon csinált ilyet más gyártó, maximum nagyobb méret kategóriában. A 0-100 hivatalosan 7,9 másodperc, úgyhogy éppen bele kell váltani a harmadikat 100 előtt, ez bőven jobb, mint az említett kisebb konkurenseké, és például egy hasonló korú 2.8-as VR6-os 3-as Golf kétszer nagyobb köbcentivel is, csak egy 10 másodperccel gyorsabb ennél, persze aztán valójában ma már ezt egy Diesel Octavia is ugye tudja. De azért ez teljesen más. Nagyon-nagyon jó ez. Jaj, de jó pofa. Egyszerűen nem tudják ezt a mai autók. Az, hogy egy ilyen kis dobozban ül az ember óriási üvegfelületekkel, és egyszerűen így ez az érzés, ez semmihez nem hasonlítható, én imádom. Tényleg, szerintem ez nagyjából verhetetlen. És ennek az autónak a tulajdonosa, Nándi is kedveli ezeket az autókat, hogyha jól sejtem, mert hogy egy ilyesmi autókkal foglalkozó vállalkozása van, a Hot Hatch Trader, ahol hát ilyenkorú, vagy akár fiatalabb, de talán idősebb Hot Hatch-ek rendbetételével, felújításával, értékesítésével foglalkozik. Most, ahogy itt a vágóképeken láthatjátok, egyéb Punto GT-k is vannak nála, a típus mély ismerője, hogyha jól sejtem, Nándi, és nála született most újjá ez az autó, ami pár éves korában érkezett Magyarországra, és jó sokat állt, és onnan lett most visszahozva az életbe. Nagyon szép gyárias állapotú, a motortér gyönyörű, összességében ilyen téren tényleg az eredetiség volt a cél, amit én nagyon kedvelek, mert hát Punto GT-ből, gyári állapotú Punto GT-ből sincs sok egyébként sem, tehát ezek az autók is rettentően elfogytak, amit természetesen itt el lehet mondani, de az érintetlen vagy legalábbis gyárias állapotú Punto GT-k azok végképp, mert hogy persze könnyen lehet nagyobb teljesítményt elérni ezeknél az autóknál, de én örülök, hogy ez a konkrét példány most így
ilyen szép gyárias. Mert így beigazolódik az a gondolatom is, amit sejtettem, hogy alapvetően azért ez nem egy olyan nagyon nyers autó. Hát akár egy Saxo VTS is, ezt leginkább azért tudom példaként mondani, mert hogy ugye nekem is volt egy ennél hangosabb, nyersebb, közvetlenebb mindenképpen. Ez ilyen szempontból kicsit hozza azt, hogy egy ilyen erősebb, jópofa kis autó. Nem mondanám azt, hogy csak az, tehát jól fordul, élvezetes vele autózni, de mégis akár egy Saxo VTS, ennél sokkal inkább a versenypályára és a serpentinekre való. Ez ilyen téren egyel talán az alatt, a kategória alatt van. Újonnan is szerintem ezt az autót nem feltétlenül csak ilyen durvább felhasználásra vásárolták akár, hanem azok is, akik szerettek volna egy picit erősebb, izgalmasabb ilyen kis autót, ezt a részét pedig kiválóan tudja. A futómű nem nagyon kiemelkedő, komfort terén egyébként szerintem nem rossz egyáltalán, de akár egy torziós hátsó futóművel egy ilyen kis francia hot hatch nekem izgalmasabb a kanyarban. Ez olyan picit talán egyszerűbb mozgású, így gyári állapotban talán egyel finomabb. Egyébként nem dől sokat ahhoz képest, a korához képest. Az első számú felhasználási területe ettől függetlenül szerintem nem a serpentin, nem a versenypálya, még úgyis, hogy például a fék ezen az autón mondjuk teljesen új, de tényleg jó is, tehát mégsem ezt látom bele, inkább az, hogy párszor az ember leforgatja, hallja a turbót, tehát sokkal inkább nekem az élmény részét, vagy az első számú élmény részét ez adja. Ami megint csak egyáltalán nem gond, más. És van egy ilyen olaszos bája egy kicsit, de például, ami meglepődtem, hogy nem rossz az üléspozíció. Egészen mély, nem is ilyen irreálisan magas, tök jó ez a háromágú kormány, ami ilyen szempontból talán a leggyengébb pontja nekem az autónak, a váltó. Ez nem egy kellemes kapcsolási érzetet kínáló váltó. Egyáltalán kicsit olyan akadós is, nem, a váltó az nem. Amúgy a pedálok jó, tehát a pedálrend ez kifejezetten jó. Egyáltalán nem ülök rosszul az autóban, például a Saxo VTS-ben, vagy akár ugye 106-osban is szerintem hülyébben ül az ember egy picit. Jó az óracsoport, nekem ez nagyon tetszik. Turbónyomás visszajelzővel, illetve olajnyomás visszajelző is van. Úgyhogy összességében egy hangulatos, élvezetes autó, ami lehet, hogy eredetileg nem a legeslegjobb volt, vagy a legeslegügyesebb a kategóriájában. Ezt nem gondolom. Ilyen téren ez ma sem változott, de 30 évvel később nem ezeket nézi az ember, hanem azt, hogy mosolyog-e benne. És az az igazság, hogy én mióta ezt a konkrét példányt Nándi műhelyéből elhoztam, hát azóta elég rendesen mosolygok, még úgy is, hogy nem a fejletépős ülés szétnyomós, mert hogy annyira beleragasztana, tehát nem az a teljesítmény, annak ellenére, hogy ott a turbó, de jó pofa. És nyilván sok, akár erősebb autót is lehet annyi pénzért vásárolni, amennyiben ma egy ilyen Punto GT került. Tehát nyilván ma már nem azt fizeti meg benne az ember. Volt olyan idő, amikor talán az egyik legolcsóbb ilyen aránylag magasabb teljesítményű, vagy legalábbis könnyen magas teljesítményt kínáló, vagyis tuningolható alap volt a Punto GT, azért ma már szerintem nem erről van szó, de hogy egy nagyon jó pofa autó, az teljesen biztos. Ezzel viszont le is zárnám ezt a részt, nagyon szépen köszönöm, hogyha megnéztétek, köszönöm Nándinak is a lehetőséget, hogy kipróbáltam a Punto GT-t, ha minden igaz, ez a konkrét példány egyébként eladó lesz, ha így lesz, akkor a leírásba beteszem majd a linkjét, de szerintem a használt autón egyébként is megtaláljátok. Jövő héten egy következő részben találkozunk, sziasztok!